Nem kínokról, hanem örömökről fogok beszélni. Azért teszem, hogy önök is részesévé válhassanak annak, aminek az érdekében összegyűltünk, és amiben, ha nem érünk el eredményt, az mégis szenvedést, fájdalmat fog okozni sokunknak. És teszem ezt annak reményében, hogy megérinti azokat is, akik a Pető Intézet sorsáról döntenek. Én megírtam a fiam történetét. Ebből szeretnék most felolvasni. Azért osztom meg önökkel, hogy közvetlenebbül, személyesebben érzékelhessék, mi az, ami most kockán forog. Gábor 2 éves múlt, amikor a Pető Intézetbe kezdtünk járni. A kezdtünk járni alig, hanem túlzás, mert mi jártunk ugyan, de Gáborom olyan vállonbetős gyerek volt. Nem ült a karunkon, hanem mint egy rongybaba lógott a vállunkon, ahogy vittük. Nagyon jól emlékszem, nem csak tudatommal, hanem bőrömmel és izmaimmal is, ahogy hogyan nehezedett rám renyhe kis teste. Innen kiindulva számítanak az eredmények. És ami ennél több, azt mind mi nyertük meg. Amit tud, azt itt tanulta a Pető Intézetben, és mindent, amit lehetett, megtanítottak neki. Már első alkalommal lelkesen, szinte felhajtva jöttünk haza. Ahhoz hasonlót éreztem, mint annak idején a koraszülött osztályon. Itt mindenkinek halálosan fontos a fiam. Itt mindenki arra tette fel az életét, hogy minden lehetőt megtegyen ezekért a gyerekekért. Elfogadják kiindulópontként az adott állapotot, és ehhez viszonyítva értékelnek minden kis siker. Nem a látványos, nagy eredmények fontosak, hanem az apró munka és a végtelen türelem, az állandó derű. Pedig tapasztalhattuk aztán az évek során elégszer, micsoda próbákat kell kiállni a konduktorok türelmének, míg ezekből a setes uta gyerekecskékből gondolkodó, fejlődni, ügyesedni akaró, közösségre vágyó emberkéket faragnak. És közben bennünket, szülőket is megtanítanak arra, hogyan érhetünk el eredményeket gyermekeinkkel. Sőt, az is megesik, hogy egy-egy szülő itt tanulja meg igazán szeretni gyermekét, aki nem olyan, mint remélte. Itt tanulja meg keresni a benne meglévő értékeket, itt tanul meg örülni minden apró sikernek. De az igazat megvallva, Gábor nem volt azonnal így elragadtatva. Igencsak rossz néven vette a beavatkozást megszokott kis életébe. Egy darabig sírva tiltakozott, de aztán remek megoldást talált ki. Ha megelégelte a foglalkozást, csináljatok, amit akartok, gondolta, és egyszerűen elaludt. Teltek a hetek, és mi csak vártuk az első apró jeleket, amelyek arra utalnak, hogy Gábor némi készséget mutat az együttműködésre. Nővérei, akik olykor velünk jöttek a foglalkozásokra, már kívülről fújták a dolgokat és mondókákat, otthon is segítettek mákot törni, fákként hajladozni a szélben, gyertyaszálként állni, édesanyja Gáborkája ékes virágszál lenni. És az én ékes virágszálom fokozatosan mégiscsak kötélnek állt. Felfelemelte ültében a prics fölé kókadó fejecskéjét, ha néven szólították, rákulcsolt a kezébe adott pálcára, vagy hadonászra próbálta megragadni, ha feléje nyújtottuk. Mosolygott a hívogató babára, a mackóra. Kezdte nem tehernek, hanem jó játéknak érezni a foglalkozást, olyannak, amit érdemes otthon is folytatni. Nekünk pedig jó volt tudni, hogy mindez nem csak játék, hanem maga az élet. Jó volt ráismerni a játékos mozdulatokban azokra az elemekre, amelyek majd az élethétességet, az önállóságot biztosítják számára. Tulajdonképpen végtelen egyszerű és természetes dolog. Csak hozzá kell segíteni a gyereket ahhoz, hogy minden leghétköznapi tevékenységében gyakorolhassa a foglalkozáson tanultakat. Nem a kezébe adni, hanem nyújtani felé a játékot. Nem a szájába tenni a feladatot, hanem irányítani kanalattartó kezét. Nem kihűteni, hanem belefújatni meg az ételt, nem odavinni, hanem hívni és türelemmel bíztatni, míg kúszva odaér, segíteni neki délceden megállni tércsényében, hogy felkukucskálhasson nővére íróasztalára. És egyszer csak észrevettük, hogy Gábor nem bárra vetett gyerek többé. Ha nem is ölel át, de tartja magát a karomon és érdeklődve forgatja fejecskéjét, kaszáló mozdulatokkal egyre többször sikerül megragadnia a tárgyakat.
Három évesen, ki hitte volna már akkor, megfordult hasról, hátra és vissza, ahogy illik. Tércsinyében szépen állt, lépegetni próbált. És milyen büszkék voltunk a hegre az orrán, amikor felbukott. Ilyen sebb helyet csak mozgékony gyerek képes beszerezni. Köszönöm, hogy meghallgattak.